annyira hány ingere van az embernek, hogy egyszerűen már komolyan mondom, hogy sokan, tudom, azon gondolkodunk, hogy hogyan meneküljünk el ebből az egészből, és teljesen mindegy, hogy most melyik politikai oldalnak a magatartására figyelünk oda. Tehát lehetne ennek az adásomnak az a címe, hogy hánynom kell az egésztől úgy, ahogy van, mert olyan szinten bele van rettyintve a ventilátorba, hogy minden, az egész bálterem és az egész közösség, az egész, az összes asztal, az összes kaja mind rettyintett állapotban van, tehát egy óriás káosz. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Hefner Attila vagyok, ez a Spirituál Televízió 363. adása. Nagyon sok új dolog történt az elmúlt napokban is, ezért gondoltam, hogy újra bejelentkezem, nem szokásom ilyen sűrűn. Alapvetően a sárkány időszak történései, tehát a kezdet, a szilveszter, az új év kezdetéről szeretnék, és a történésekről mesélni önöknek, sajátságos felfogásom szerint. Először is szeretném tisztázni azt, hogy maga a sárkány, mint asztrológiai fogalom, vagy időszak, az egyáltalán nem a kínai akhoz köthető, nem a kínai asztrológia egyik vívmánya, vagy megfigyelése, hanem mondhatjuk inkább azt, hogy egy sok-sok népcsoportot és felölelő kultúra, mint mondjuk ázsiai, akkor nevezzük ázsiai horoszkópnak, vagy ázsiai asztrológiának, és ebben ugye benne van a mi őseink, a hunoknak is a tudása, tehát hozzájuk, mindannyiukhoz köthető, és nem kimondottan csak a kínaiakhoz. És ezért feleslegesnek tartom azt, amikor valaki legyint ilyen dolgokra, hogy hát ez butaság, mert a kínai, hát a magyarok azok nem, de ez még egyszer mondom, hogy mindenki járjon utána, működik, tehát az öt elem szerint most, tehát öt ilyen periódus van, ugye 12 évenként változnak az elemi minőségek, most a sárkány fa minősége pár nappal ezelőtt belépett, mint működő energetikai tényező. Már most nagyon furcsa, mert akármennyire is valaki szkeptikus, vagy anarchikus, vagy materialista, azért szembeötlő számára is szerintem, hogy óriás változások történtek csak ez alatt a pár nap alatt, amire azt mondjuk, hogy a idézőjelben kínai új év kezdete, a sárkány minőségnek a berobbanása. Ugye itt új holdról beszélünk, bolygó együttállásokról, stb. És hát rögtön láthatjuk, hogy bejött ez a Putyin interjú, ami óriás változást okoz sok-sok emberben, nem véletlenül most jött a köztudatba, de most jönnek a nagy-nagy-nagy-nagy változások és a választások az USA-ban, ez sem véletlenül pont most van, tehát semmiféleképpen nem akarok ilyen babonás lenni, de a fizikai történésekből tökéletesen látszik az, hogy itt bizony, ha hiszünk benne, ha nem, beindultak dolgok, többek között például a Putyin nagyon komoly kétórás előadása, tulajdonképpen egy lecke a nyugati politikusoknak és a NATO-nak a vezetőinek, mint egy felkészült, nagyon széleskörű látóképességgel és lexikális tudással, mint egy volt
titkos szolgálati kiképzést kapott ember, és nem egy celeb, és nem egy ilyen idióta szögről leakasztott bábú politikus, hanem egy komoly történelmi és pszichológiai és mindenféle egyéb embertani tudással bíró embernek a riportját láthattuk, vagy olvashattuk, és ugye hallhattuk. Még tovább megyek. Ez a felfordulás, ami Magyarországon történt, most az elmúlt napokban is, ugye óriás, azért nem mindennapi történet, amikor egy köztársaság elnök és egy volt miniszter, aki mellesleg a választások előtt egy európai fő-fő magyarországi parlamenti képviselő lemond, és teljesen megszünteti a közügyekkel való kapcsolatát. Én ezt teljesen máshogy látom, ahogy a tegnapi napomat erre fordítottam, ugye kutattam sokat, és rengeteg oldalról megközelítettem, és rengeteg féle álláspontot is figyelembe vettem, és abszolút nem gondolom azt például, ahogy nagyon sokan baloldalról, jobboldalról, meg minden ilyen ünnepélyes hangulatban láttamozták ezt mint valami győzelmet, hogy a Novák Katalin szerencsétlen kínlódásában ezt a közleményt megtette. Nem mondom azt, hogy ártatlan ebben a kérdésben, de mindenféleképpen elgondolkoztató az, hogy mi zajlik itt, és milyen politikai sötét erőknek a működése járult ehhez hozzá. És maximálisan úgy gondolom, hogy szükség volna valóban, ahogy ő is elmondja, a nőkre, az asszonyokra, normális nőkre és normális asszonyokra ebben az egész országvezetésben, a politikai minőségekben, de úgy tűnik, hogy most hosszú évtizedekre megint egy ármány hatására megint kiestek ezek a nagyon komoly lehetőségek, ami a változást és a pozitív előremenetelt okozhatja. Még mielőtt bárki azt gondolná, hogy én a Novák Katalin pártján állok, vagy a Varga Judit pártján állok, én nem állok, én borítékolva volt Márta, amikor a politikus asszony, aki magát államfőnek és nem köztársasági elnöknek nevezi, hogy már ez alapvetően vérlázító volt az Orbán Viktor Mihály nevezetű állítólagos miniszterelnök számára, aki gyakorlatilag egyszemélyes üzemmódban tartja az országot idestova már legalább 4 éve. És ahogy ez a hölgy egyéni manővereket, ilyen improvizációkat próbálta, pápánál járt, ugye a Ukrajnában tárgyalt, saját külön ugye, politikát épített, ugye tanácsadó testülettel mindenestül, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy egy ilyen belső pucs, vagy belső ellenzék jellegű dolgot, bocsánat, a lányom telefonáltam, majd mindjárt visszahívom, egy ilyen belső ellenzék képét alkotta, és ugye ismervén az Orbán Viktor Mihálynak a habitusát, nyilvánvaló, hogy ez nem jött be neki, és alig várta azt a lehetőséget, amikor leszámolhat, ugye hosszú kések éjszakája, meghekkelheti mindenféle hátsó oldalról módon saját magán belül ugye letisztíthatja a saját kihívóit, ellenfeleit. Ez az én véleményem. Most például mutatok önöknek egy érdekes nyilatkozatot, ami számomra vérlázító, hiszen Orbán Viktor Mihály, mint a Magyarország állítólagos miniszterelnöke, ugye én ezt ezért mondom, csak hogy tisztázom azok kedvére, akik nem értik, és azt hiszik, hogy hülye vagyok, hogy ugye
alkotmányos válságban vagyunk is közjogilag, ugye 2012 óta egy olyan alaptörvény van érvényben, ami egyszerűen egy illegitim államot mutat. Tehát én mindig csak azt mondhatom, hogy állítólagos miniszterelnök, hiszen mint ahogy a köztársasági elnök is csak állítólagos volt, és minden ilyen 2012 óta működő és létező törvény, szervezet állítólagos, hiszen közjogi értelemben, vagy jogi értelemben egyszerűen megkérdőjelezhető, hiszen maga az alaptörvény, amely az alkotmány után, az ideiglenes alkotmány után létrejött, az már az is megkérdőjelezhető volt, világos, az alkotmány is, de ez az alaptörvény, ez mindenféleképpen megkérdőjelezhető. Na most ennek szellemében órákig lehetne beszélni, elmondták ezt már sokan előttem, de ez most abszolút nem kérdés. Itt az a kérdés, hogy ebben a konkrét pedofil ügyben, így a sárkány évében, mivel kezdett az indulatairól és a bosszú vágyáról is ismert Orbán Viktor Mihály. Kevesen figyelnek erre a minőségére oda, mert ugye a nagy-nagy, idézőjelben vett ilyen ellenzéki, meg Bájer Zsoltos, meg mindenféle is ilyen koszolós, két-három napos balhéban egyetlen egy dologra nem figyelt oda senki, hogy az állítólagos miniszterelnök Orbán Viktor Mihály mit is mondott. Hallgassuk most ezt meg együtt, érdemes. Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem, ez a személyes meggyőződésem. Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. Nekem is van 5 gyermekem és 6 unokám. Ha valakik hozzá nyúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni. Ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést. Hát, na itt van a nagy galiba, és erre kevesen figyelnek oda, és erre szeretném alapvetően felhívni a figyelmet. Tehát egy bármilyen ország, bármilyen előjárója sem jelenthet ki ilyet. Egyrészt ugye nem az illető, egyáltalán nem azzal volt vádolva, hogy ő pedofil. Ráadásul valamikor 2016 környékén történt események, 2023-ban lettek kegyelmi kérdés bevonva, tehát 2023 tavaszán hozott a Novák nevezetű hölgyemény egy saját döntést, és érdekes módon ez akkor nem volt téma. Kegyelmi jogkörével élve, amiben ő szerintem teljesen szabadon kellett, hogy befolyás nélkül elvileg, hogy éljen. Nagyon-nagyon biztos vagyok benne, hogy itt különböző titkosszolgálatok és különböző politikai erők ármánykodása volt. Lehet, hogy nem is akarta aláírni, de ezt most hagyjuk. Ő aláírta. Ugye láttam azt a Varga Judit még akkor hivatalban lévő igazságügyminiszterként ellenjegyezte, és most a nyakukba varják az egész dolgot. És itt nem ez a, nem most jelen pillanatban sárkány éve szempontjából nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy egy miniszterelnök nem mondhat ilyet, hogy ő tulajdonképpen
felbújtja a lakosságot, a népet arra, mert hogy ő erkölcsi értelemben kijelenti, hogy ő miszlikbe szaggatná, vagy akár feldarabolná, vagy ketté vágná, ez az első gondolata, azt az embert, aki hozzá mer érni az ő gyerekéhez, vagy lányaihoz. Hát ez önmagában már ez egy akkora bukás, nem csak erkölcsi értelemben, jogi értelemben is, hogy már emiatt a rövid videó miatt, ami átgondolatlan volt, és teljesen beteges, ugye, már az Orbán Viktor Mihály tökéletesen megkérdőjelezhető. Egyrészt erkölcsileg, másrészt pszichológiailag, tehát ez egy pszichopatának a véleménye ugyanis, hiszen tudjuk, hogy nincs ilyen, hogy halálbüntetés Magyarországon, és nincs önbíráskodás. Tehát hasonlóan a rémhír terjesztéses ügyéhez az Orbán Viktor Mihálynak, amikor valóban a Covid alatt rémhírt terjesztett felelőtlenül, és a pénteki rádió interjújában elmondta, hogy mindannyian meg fogunk halni, akik nem oltjuk magunkat, és ez felelőssége teljes tudatában, mint miniszterelnök egy pandémia alatt, ahol mindenki félt, pánikolt, kijelentette, kimerte jelenteni, és semmilyen szankció nem párosult ehhez. Ehhez képest most pedig megint egy ilyen káosz helyzetben a lehető legrosszabb kifejezéseket használt, és úgy gondolom, hogy ez talán még a gyilkosságra való felbújtásnak a, nem tudom pontosan a jogi kifejezéseket, tehát felhatalmazás. Most gondoljuk, ki meríti ennek a fogalmát, és egy abszolút felháborító dolog, hogy egy miniszterelnöknek nevezett személy ilyet, egy ilyen állapotban lévő országban, ahol óriás a gyilkosságok, öngyilkosságok száma, ugye rengeteg brutális egy szokorrádióért, vagy egy karóráért ugye lemészárolnak borsodi falvakban, direkt nem mondom, hogy milyen származású, mert teljesen mindegy, hogy milyen származású. Emberek, tudatlan, buta, alacsony rezgésű emberek egy idős embert, vagy megerőszakolnak. Egy miniszterelnöknek nincsen erkölcsi alapja, hogy ő erre buzdítson, vagy ezt így ilyen vezény elfként, vagy egy ilyen sugallatként mondja az embereknek, hogy hát én ezt csinálnám, miszlikbe szaggatnám, meg apró darabokra szétvágnám, vagy félbevágnám. De nem is tudom, hogy ő még egyáltalán, hogy lehet még mindig emberek milliói számára szavazáskor, vagy úgy egyáltalán a mindennapokban egy lehetséges alternatíva. Tehát ha valaki ilyet kijelent, ugye láttuk a Putyin interjút, ismerjük a Bidennek az össze-vissza beszédét, ismerjük az Európai Unió vezetőinek a teljes, direkt nem mondok csúnyát, mert nem szeretném, hogyha ezzel saját csatornámat veszélyeztetném, a teljes alul rezgettségét. Tehát ez a magyar ember, ez az állítólagos miniszterelnök egy itt most megnyitott egy olyan kaput, ahonnan szerintem már lejjebb nem mehetünk, és ez pontosan az, amit a sárkány időszakról tudnunk kell, hogy itt bizony most ilyen dolgok fognak történni. Tehát annak ellenére, hogy ezer és ezerszeresen benne van a dologban ez az Orbán Viktor Mihály, és nem mai keleti dolog, tehát tavaly áprilisi, tehát már látszik, hogy ez egy mostani szarkavarás, ami most történik, mind az ellenzéknek mondott baloldali, és ugye Jobbikról beszélek, a Mi Hazánkot nem hozom fel most, részéről, és mind a Fideszen belül is, tehát például, hogy ez a Bayer nevezetű
viselkedett, ahogy ez az egész borzasztó, tehát egyszerűen undormányos. Ha lenne hova menni, hát én nem tudom, mennék. Ez borzasztó, tehát ez elhatárolódni lehetett tőle. Tehát ez egy erkölcsi, politikai, demokráciai, büntető, jogi, fertő. Borzasztó, ami itt történik úgy, hogy én 6 gyermekes apa vagyok, és unokám is van már, tehát maximálisan már a böjte ügy kirobbanásakor, és akkor ezzel fogom majd még egy pár gondolatban lezárni a mondani valómat, már a böjte Csabának a tavalyi hasonló, nem is hasonló, szinte egy az egyben ugyanezen dolgai, amikor kiderültek, hogy valami 30 évre vagy 27 évre ítélték az egyik böjte Csabának a kollégáját, aki Romániában, tehát román földön, román hatóságok, amiért pedofil tevékenységet folytatott, és megvádolták a böjte Csabát, hogy ő tudomása volt róla, és ő tudott róla, és mégsem tett semmit, akkor ügyesen kimosdatták ebből a játékból. Rengeteg adat, rengeteg cikk, rengeteg bizonyíték, hangfelvétel, dokumentum van, és óriás a káosz. Tehát ez valami olyan robbanás, és ez az egész világon, tehát nagyon fontos, hogy ugye próbálja most a baloldal, mondhatom, hogy a demokrata oldalról, tehát a bideni oldalról az egész világon támadni ezeket a nevezett családbarát, LMBTQ ellenes, konzervatív, hagyományos nézeteket valló politikai erőket, de ennek ellenére ugye még a pedofiliát is próbáltak, igyekeztek beállítani az elmúlt években, mint egy betegséget, és nem mint egy bűn elkövető magatartást. Ennek ellenére óriás tüntetéseket szerveznek. Tehát egyszerűen annyira az embernek most éppen a szegedi Botka nyilatkozatát olvasva, annyira hány ingere van az embernek, hogy egyszerűen már komolyan mondom, hogy sokan, tudom, azon gondolkodunk, hogy hogyan meneküljünk el ebből az egészből, és teljesen mindegy, hogy most melyik politikai oldalnak a magatartására figyelünk oda. Tehát lehetne ennek az adásomnak az a cím, hogy hánynom kell az egésztől úgy, ahogy van, mert olyan szinten bele van rettyintve a ventilátorba, hogy minden, az egész bálterem és az egész közösség, az egész, az összes asztal, az összes kaja mind rettyintett állapotban van. Tehát egy óriás káosz. Ettől függetlenül ugyanúgy, ahogy például a Sárai Hildának néztem a Facebookos előadását, aki bizonyítottan évek óta már a gyermekeknek a védelem kérdésével foglalkozik, az abuzálásokkal is, amik soha nincsenek, soha nem derülnek ki. És ugye még egyszer mondom, a böjte esetet ott is nagy az eltusolás, a kussolás, az elcsöndesedés, ugye ez megint politikai ügy, hiszen megint az Orbán Viktor bukását okozná az, hogyha kiderülne, hogy a böjte Csaba esetében a saját intézményeiben milyen történések voltak, és ő mennyire felelős érte, én nem vádolom, de el fog jönni az idő, amikor a sárkány, ha már sárkány, akkor ki fog minden derülni, tehát semmi nem fog eltusolódni, és minden egyszerűen kidobja, minden kiderül, kidobja a rendszer magából, tehát nem fog ez menni. Nem működik a Vatikánban sem fog működni, nem működik Ukrajnában, nem működik az USA-ban, a Távol-Keleten. Itt ez egy óriás probléma, és nem hiszem, hogy ez az úgynevezett Endre nevezetű
ember az egyedüli, aki miatt köztársasági elnököknek kellene lemondaniuk. Itt olyan bűnözők vannak pozícióban, állítólag, nem így mondom, nehogy véletlenül valaki félreértse és ismét egy pert akasszon a nyakamba, a dokumentumokat ismervén, olyan, és ugye a történéseket ismervén, és a jogerős bírósági határozatokat ismervén, mind Magyarországon, mind az ország, mondjuk a Erdélyország, vagy Székelyföld, vagy más teljesen nem magyar nyelvű országokban is, amik történnek, itt maga a sátáni minőség az, ami uralkodik, és a sárkány, sokan ugye a sárkányt a kígyóval és a hüllőkkel azonosítják, szeretném azért tisztázni, hogy rengeteg olyan komoly kutatás van most már, nemzetközi értelemben is, amelyben a sárkányokat, mint a földanya őrzőjét, vagy a keleti ugye, hagyományokban a védő, az erőállat, a szent állat, melegvérű állatként is, nem a hüllő és a nyugati, mondhatjuk, hogy a katolicizmusban kialakult ördöggel ugye összemosott sárkány, vagy hüllő, vagy kígyó, vagy szörnyeteg minőséggel azonosítják. Hát nagyon fontos, hogy mint ahogy van jó ember és rossz ember, most ugyanígy általánosítani pont ebben a kérdésben nem érdemes, hiszen több milliárd ember teljesen máshogy látja ezt a kérdést a sárkány minőségről. Lényegtelen most ebből a szempontból, ami miatt szót kértem, és ami miatt megszólaltam, az pontosan az, hogy ezek a dolgok most nagyon fel fognak erősödni, és végjátékot a rossz hüllői parazita minőség és emberi minőség végjátékát éli, az utolsó fázisba került, csapkod, próbálkozik, embereken keresztül kísért, ugye, mert előző adásaimban beszéltem erről a kísértő minőségről is. Ez úgy néz ki, hogy a következő időszakban, következő évben, ebben az időszakban, akkor így mondom, változni fog, és ki fognak peregni a mondhatjuk, hogy a végítélet törvényei szerint, vagy jóslatai szerint ki fognak esni ezek a sorból, ezek a gonosz minőségek is. Imádkozom a jó Istenhez, hogy egy sokkal tisztességesebb, élhetőbb, jó világ jöjjön létre, nem csak Magyarországon, hanem az egész földi síkon, hiszen nem lehet külön választani a kettőt egymástól. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm, hogyha támogatják a Spirituál Televízió működését a freebook.hu csatornán, várom a regisztrációjukat. Én nagyon, nagyon megköszönöm, hogyha segítenek a peremnek a költségeiben, az ügyvédés bűnügyi költségeiben, és vagy lelkileg támogatnak, vagy anyagilag, vagy akár információkkal segítenek abban, hogy végre ezt a 2-3 éves zűrös, peres időszakot le tudjam magam is zárni. Jó egészséget kívánok, viszont hallásra, viszont látásra. Időtlen, végtelen lényed, véremben izzik, mint örök jel. Én vagyok a megismerés, s mit átéltem, ismert fel. Száz arcom sír vagy nevet, szerep voltam és vagyok. Adjál mindennek nevet, mit szellem lélek rád hagyott. Táncol öröm és a bánat, minden lépésük nagy érték. Ne árnyékból sződ a vágyad, aranyat terem.
a mérték. Örököltem rongyaidat, örököltem koronád, megtisztulva, átváltozva, fényből szövök új ruhát. Örököltem rongyaidat, örököltem koronád, megtisztulva, átváltozva, fényből szövök új ruhát.